Szeretettel üdvözlök mindenkit, jó estét kívánok! Nyolcat ütött már az óra, vár benneteket a Tóra, Megyeri Jonatán vagyok, szép jó estét kívánok! Még egyedül, itt az éterben, remélem, hogy nem sokáig, remélem, hogy hamarosan már többen is fogtok csatlakozni. Szép jó estét kívánok! Április 4-én, kedden, a Héber naptár szerinti Nisan hónap harmadik napján vagyunk, szép jó estét kívánok! Évinek, jó estét kívánok, Tímának, már nem vagyok egyedül, természetesen itt van Marián Zsolti barátom, jó estét kívánok mindenkinek, egy pohár vörösbor van itt velem, ez egy Shiraz vörösbor, Izraelből, Galileából, úgyhogy lehaim, lehaim mindenkinek, baruch hatádo, ne jelenj, mert halám sákolni, a bigarom. Elnézést, rossz áldást mondtam, baruch hatádo, ne jelenj, mert halám, boré piága fel. Oké, szóval... Biztos az izgalom tette. Nem szoktam ilyesmit hibázni, de hát az izgalom az izgalom. Jó estét kívánok, kedves János! Szeretetek, köszöntöm Zsoltot, jó estét kívánok Erzsébetnek, és további 180 kedves tanultársának, akik itt van Zsana, itt van Erika, gyülekezik a kemény mag. Jó estét kívánok mindenkinek! Elnézést kérek, hogy tegnap technikai okokból nem tudtunk találni, nem is technikai, családi okokból nem tudtunk együtt tölteni egy kis időt, de hát gondolom mindenki a választási eredményekkel volt elfoglalva, ami talán jól jött volna a tanulás egyébként pont, hogy elterelje az ember figyelmét ezek között ezektől az izgalmaktól. Jó estét kívánok Veronikának, de jó, hogy látlak, itt van Rozália. Szép jó estét kívánok mindenkinek. Kezdünk két kérdéssel, azután mind a kettő kérdés zsidóság vagy zsidó vallásgyakorlathoz kapcsolódik. Az egyik kérdés a következő. Ma a feleségem kórházba került, hál' Istennek semmi komoly, de a hétvégén biztosan bent tartják. Édesanyám a nyáron halt meg, és ma rádöbbentem, hogy mi férfiak milyen gyámoltalanak vagyunk nők nélkül, még a szombatot sem tudjuk megtartani, ez így van. Kérdés részem, hogy a szombaton történő betegápolás a szombat megszentségtelenítésének számít-e? Gyors válasz az, hogy természetesen nem. Itt röviden a következő dologról van szó. Először is nézzük azt, hogy mik a szombaton tiltott munkák a Biblia szerint, a Tóra szerint. A szombaton tiltott munkák, azok a munkák, azok a produktív, teremtő jellegű munkák, amelyek kapcsolatban álltak a zsidó nép sivatagi vándorlásakor épített sivatagi szentély, sivatagi gyülekezés sátra építéséhez, amit Mózes épített a sivatagban egy sátrat, a gyülekezés sátrát, itt voltak bemutatva az áldozatok, ezekről olvashatunk Mózes második könyvének a végétől kezdve, Mózes harmadik könyvében is. Ez a sivatagi sátor építéséhez kapcsolódó munkák, azok a munkák, amelyek tilosak szombaton. Minden más munka szabad. Nem arról van szó, hogy az a munka, amit én annak érzek, hanem jól definiáltan a zsidó vallásjog, a halaká, jól definiálja számunkra azt, hogy mi a tilos munka sabátkor. Ez az egyik dolog, amit szeretem volna ezzel kapcsolatban mondani. A másik dolog, amit szeretem volna ezzel kapcsolatban mondani, hogy az életmentés, az ember egészségének a védelme, az minden tiltást felül ír. A Tóra úgy fogalmaz, hogy a Tóra az élet tórája, a Tóra az élet törvénye, nem a halál törvénye. Ezért tehát a legfontosabb, hogy életben maradjunk. Úgyhogy az életmentés céljából minden szabályt, minden tilalmat meg lehet szegni, de természetesen abban a pillanatban, hogy elmúlik az életveszély, onnantól kezdve már ez nem igaz. Tehát a betegápolás az nem csak, hogy szabad szombaton, hanem kifejezetten kötelező. Nem, hogy szabad, hanem kifejezetten kötelező. Persze, a fölösleges dolog, az ugye, amikor az ember beteget ápol, ne adj Isten, van egy ágyhoz kötött betegű otthon, kell számára melegíteni, nem tudom, vizet, akkor azt esetleg szabad szombaton csinálni, ott normális esetben ezt nem volna szabad, de az, hogy mondjuk bekapcsolni neki a tévét, hogy nézzen tévét, az nem szabad, mert az nem kapcsolódik közvetlenül a beteg gyógyításához. Tehát mindenki, akinek hasonló helyzetben van, amitől Isten óvjon, akkor érdemes rabbit megkérdezni konkrét esetben, konkrét cselekedetekről, annak érdekében, hogy tudjuk, hogy mi az, amit szabad, és mi az, amit tilos szombaton csinálni. Oké. A másik kérdés, ami érkezett, az a közelgő Pészach ünneppel kapcsolatos, hogy lehet az, hogy Magyarországon Pészach az 8 napos ünnep, miközben Izraelben ez csak egy 7 napos ünnep.
Az igazság az az, hogy a Pészach eredetileg a Tórában egy hétnapos ünnep, amelynek az első napja és az utolsó napja, tehát az első nap és a hetedik nap, az szombati munkavégzéssel hasonlatos munkavégzési tilalommal járó ünnep. A diaszpórában, nem csak Magyarországon, hanem mindenhol Izraelen kívül a hagyomány az, hogy az ünnep egy nappal hosszabb, tehát 8 napos, és az első két nap és az utolsó két nap, tehát az 1-2, illetve a 7.-8. nap, amikor munkavégzés tilos ennek. Az az oka, a kedves tanulótársunk kérdeztenek, az az oka, hogy régen, amikor még állt a Jeruzsálemi Szentély a második szentély idejében, tehát beszélünk az időszámítás előtti 4. századtól, az időszámítás utáni első századig, amikor még állt, ugye az első, második Jeruzsálemi Szentély mínusz 350-ben épült, és időszámítás után 70-ben rombolták le a rómaiak, a zsidó nép többsége Babilóniában élt, tehát Izraelen kívül. Babilónia az a mai Irak-Irán területén van. Szóval Babilóniában élt a zsidók többsége. Amikor az újholdat, azt, hogy mikor kezdődik egy hónap, ezt csillagászati alapon, de Jeruzsálemben határozta meg a rabbinikus bíróság. Megfigyelték a holdat, ugye, hogy a holdnak pontosan milyen állása volt, és akkor határozták meg az újholdat. A döntésről értesíteni kellett a zsidókat. Értesíteni kellett a zsidókat Izraelen belül, és értesíteni kellett a zsidó közösségeket Izraelen kívül. Például Babilóniában, ahol a legnépesebb zsidó közösség lakott. Régen nem volt internet, nem volt telefon, nem volt Facebook, úgyhogy az értesítés az egy speciális módon történt. Úgy történt, hogy a hegyekre, Jeruzsálemben ugye dombos vidék, fölmentek a hegy tetejére, és fáklyákkal jeleztek, és a másik hegy tetején is állt valaki, és akkor az vette a jelet, akkor az továbbadta a jelet a következő hegyen állónak, és így minden hegyen álltak emberek, akik leadták a fényjeleket fáklyákkal, hogy a Jeruzsálemi Rabbinikus Bíróság kihirdette az újholdat. Mire ez elért Babilóniába, ez időbe tellett, és voltak rossz akarók is, akik hamis jeleket küldtek olyan napokon is, amikor a Jeruzsálemi Bíróság nem határozta meg az újholdat, és ennek érdekében a rabbik úgy döntöttek, hogy a diaszpórában két napig kell az ünnepnapokat tartani, és csak Izraelben kell egy napig tartani az ünnepnapokat. Ezért van az, hogy Pészach ünnepe itt a diaszpórában, például Magyarországon is, 8 napos ünnep lesz, ahol az első két nap és a végső két nap, a 7.-8. nap az munkatilalommal járó ünnep, tehát nem szabad villanyt kapcsolni, meg autóba ülni, meg dohányozni, meg ilyesmi, ezeket nem szabad meg főzni, meg az összes szombati munkatilalmi, tulajdonképpen majdnem az összes szombati munkatilalmi törvény az érvényben lesz Pészach első kettő és utolsó két napján. Köszönöm Ács Péternének, de kedves hogy Simonnak, itt közben randalírozik még a kis 3 évesem. Most készül lefekvéshez, így este 8 órakor. Jó estét kívánok mindenkinek, kedves tanulótársak! Sziasztok! A 8. fejezetet fogjuk ma befejezni. Ugye eddig arról beszéltünk, több dologról beszéltünk, arról beszéltünk, hogy milyen részben arról beszéltünk, hogy a különböző bűnök, Tánya 8. fejezet, különböző bűnök után milyen bűnbánat van, és milyen módon nyerhet az ember engesztelést a különböző bűnök után, és végső soron, hogy utoljára arról beszélünk, hogy az elvesztegetett idő, a Tóra tanulástól elvesztegetett idő milyen módon lehet jóvá tenni, vagy pontosabban milyen bűnt, ki érdemel büntetést az elvesztegetett idő által. Úgyhogy ezt mondanom sem kell, hogy az idő a legdemokratikusabb dolog a világon. Mindenkinek ugyanannyiból áll egy nap. Egy nap mindenkinek 24 órából áll. Az amerikai elnöknek is, a magyar miniszterelnöknek is, meg nekünk egyszerű embereknek is, egy nap 24 órából állt. Az idő, ilyen szempontból az idő rendkívül demokratikus. Az, hogy miként osztjuk be az időnket, az csak és kizárólag rajtunk múlik. A zsidók számára, a zsidó emberek számára kötelező, hogy az időt ne fecséreljük el. Azt is mondani sem kell, hogy talán közhelyszámba megy azt mondani, hogy a legértékesebb dolog, ami az embernek van, az az ideje. Az, hogy miként használja ki az idejét. És ez nem azt jelenti, hogy az ember nem pihenhet, vagy hogy nem szórakozhat. Mert a szórakozás és a pihenés, ha és amennyiben,
ha és amennyiben azt a célt szolgálja, hogy az ember feltöltődjön energiával, az ember teste feltöltődjön energiával, és a megújult energiával még jobban tudja szolgálni Istent, ha és amennyiben ez a rekreáció, a szórakozás és a pihenés célja, akkor természetesen a pihenés és a rekreáció is, illetve a szórakozás megengedett. Ha és amennyiben, közben Ács Laci írja, hogy az idő, pénz, mindjárt erre is válaszolok, ha és amennyiben a szórakozás öncélú, és a saját hedonizmusomat, a saját élvezeteimet próbálom kielégíteni, akkor természetesen a szórakozás az egy helytelen dolog. Akkor válik helyessé, hogyha helyes célt szolgál. A cél minden esetben Isten szolgálat. Az Isten szolgálat a helyes cél. Ha és amennyiben ennek irányában végezzük a pihenést és a szórakozást, akkor ez egy nagyon helyes dolog. Ha nem, ha öncélú, ha hedonista, hogyha a saját kéjünk és a saját élvezetünk céljából végezzük, akkor pedig kerülendő. Úgyhogy ennek megfelelően például a Talmud azt meséli Dávid királyról, hogy Dávid király nagyon keveset aludt. A Talmud azt meséli, hogy Dávid király úgy aludt, mint azt mondja a héberül útják, Seinat Szusz, a lovakhoz hasonló időintervallumot aludt, hogy Dávid király sosem aludt fél óránál tovább. Egyszerre többet, mint fél órát nem aludt soha. Mint a lovak. A lovak is ilyen rövid időt alszanak, mondja a Talmud, és Dávid király is ugyanígy tett, nagyon rövid időket aludt, fél órákat egybefüggően, és éjfélkor az éjszaka felénél mindig fölkelt volt, Dávid király ágya fölött fölakasztva az a hárfa, amivel játszott, egy csodálatos hárfa, amit meglengetett az ablakon bejövő szellő, megpengette a húrokat, és Dávid király erre a hárfaszóra ébredt, és fölkelt éjszaka, és akkor dicsérte Istent, akkor írta, és akkor zengte a zsoltárokat, és énekelte a zsoltárokat éjszaka. Dávid király nem vesztegette az idejét. Annyit pihent, amennyi feltétlenül szükséges ahhoz, hogy revitalizálja a szervezetét, hogy feltöltse az akkumulátorokat, ha úgy tetszik, az akkumulátorokat energiával. Ugye a mobiltelefonnál is így működik. Az este az ember bedugja a mobiltelefont a töltőre, annak érdekében, hogy másnap tudja használni, az ember testének is szüksége van ilyesféle töltőre, amely energiával tölti fel. Ezzel nincsen semmi gond. A kérdés az az, hogy milyen célból teszi ezt az ember, és ahogy az előbb elmondtam, hogyha ez abból a célból történik, hogy feltöltődök energiával, annak érdekében, hogy Isten tudjam szolgálni, akkor ez természetesen helyes. Most a zsidó vallásjog aként rendelkezik, hogy zsidó ember az idejét ne pazarolja el feleslegesen, hogy az időnk, az ember ideje ezen a földön véges, a feladat pedig rendkívül sok. Ugye korábban, talán 2 évvel ezelőtt tanultuk azt a misnát, amely úgy szól, ha jom kacerbe, a melacha meruba, ugye a nap rövid és a feladat számos. Azt mondja a Talmud, számos feladatunk van, és a nap elég rövid. Nagyon sok dolgunk van, nincs időnk időpocsékolásra. Az időpocsékolás az nem egy zsidós találmány. Nincs időnk. Isten nem akarja, hogy az ember pocsékolja az idejét. Soha nem, köszönöm Ábel, kedves Ábel, lechaim. Isten nem akarja, hogy pocsékoljuk az időnket. Rengeteg dolgunk van, a felmérni az ember, hogy mi mindent tud csinálni, mi mindent képes csinálni egységnyi idő alatt, akkor bizonyára kevesebbet lustálkodna, és több produktív, több hasznos dolgot cselekedne. Oké. Azt mondja a Tánnyá, arról beszél most az Alter Rebbe, itt a 8. fejezet végén, hogy a szekuláris tudományok, matematika, fizika, biológia, kémia, csillagászat, nyelvtan, irodalom, stb. Szekuláris, tehát nem vallási tudományok, ami nem a Tóra tudománya, az elvesztegetett idő kategóriájába tartozik, ha és amennyiben a Tóra elhanyagolásának bűnéről van szó, amint azt a Tóra tanulmányozásának törvényei kifejtik. Sőt, a szekuláris tudományok tisztátalansága nagyobb, mint az üres beszéd tisztátalansága. Tehát a szekuláris tudományokkal kapcsolatban
nagyon óvatosnak kell lenni az embernek, hiszen sok tisztátalan, negatív dolog tapad hozzá. Mert még az üres beszéd, a sima, felesleges beszéd, az csak az érzelmeket öltözteti és szennyezi be, a szekuláris tudományok tisztátalansága egészen mélyen a gonoszból származik. Ugye a gondolatiság az itt a következő, a logika az itt a következő. A szekuláris tudományok, ha az ember öncélúan tanulja őket, és nem pedig azért, hogy megismerje Istent, és megismerje az Isten által teremtett világot, hanem csak öncélúan tanulmányozza őket, akkor eltévejedhet, rossz irányba terelheti az embert. Azt gondolná az ember, hogy a természet és a természet ismeret az önmagában is értékes dolog. A természet ismeret a valóságban önmagában nem érdekes dolog. Akkor érdekes dolog, hogyha ezáltal a természet ismerete által próbáljuk az Isten által teremtett világot megérteni. Hát ugye megint ugyanaz a gondolat érvényesül. Az a kérdés, hogy mi van fókuszban? Mi a cél? Mi a cél? Bármi, amit csinálunk, amikor a között döntünk, hogy A dolgot csinálunk, vagy B dolgot csinálunk, akkor azt kell észben tartani, hogy mi a cél. Ha a cél az, hogy azért olvasok szekuláris könyveket, és azért tanulok szekuláris tudományokat, hogy általuk jobban megismerjem az Isten által teremtett világot, akkor az helyes dolog, akkor az jó dolog. Ha viszont az a cél, hogy ezeket a tudományokat önmagukért, ha úgy tetszik, öncélúan tanuljuk, akkor mondani se kell, hogy ezek a dolgok helytelenek. Kivéve, mondja, ugye ez így fogalmazza meg a Tánya, a 8. fejezet végén, ha csak valaki nem használja a szekuláris tudományokat hasznos eszközként, hogy bősége például, hogy megélhetést szerezzen, például pénzért, és itt visszautalok Áslaci kérdésre, amikor azt mondta, hogy az időpénz, ha például a megélhetésemhez, a fizikai megélhetésemhez, a pénzkeresetemhez szükségesek ezek a szekuláris tanulmányok, akkor igenis ez megengedett és helyes, hiszen a megszerzett javakkal, vagyonnal és megszerzett anyagi javakkal vagyok képes Isten szolgálni, illetve akkor is helyes ez a dolog, ha az ember alkalmazza őket Isten szolgálatában, vagy Isten tórájának jobb megértésében. Ez az oka annak, hogy a Maimonides és a Nachmanides két középkori híres tudós, a Rambam és a Rambán, Moshe ben Maimon rabbi, aki 1138-ban született és 1204-ben halt meg, illetve Moshe ben Nachman rabbi, az a Rambán, a Nachmanides és a kortársaik, ők tudós emberek is voltak, szekuláris tudományokkal is foglalkoztak méghozzá azért, hogy általuk jobban megismerjék az Isten által teremtett világot. Erről beszél az Alterebben a 8. fejezet végén. Kedves barátaim, vigyázzatok magatokra és egymásra, holnap este 8-kor várlak benneteket sok-sok szeretettel.